különleges szervazórunk, például ki tudjuk szagolni, hogy a közelben hol sütik a kedvenc süteményünket. Az állatoknak még ez is jobban megy. Nagyon ügyesen ki tudnak és nagyon messziről szagolni mindenféle a számukra fontos finomságot, még ha picike is. Például én nem tudom, hogy hol van a közelben tölgymak, de van egy túrókarimásorú állat, akinek még ez is megy. Vajon melyik állat lehet ez? Segítek, túrcsi az orra, röfögő hangot ad és szeret dagonyázni. Bizony, a vaddisznóról van szó. A konnektorral emlékeztető orral szagolja ki és túrja ki a földből és a kövek alól a sok finomságot. A lovaknak és a szamaraknak nagy orruk van. Ezzel mindenfélét nagyon ügyesen meg tudnak szaglászni, és rajta lévő szőrszálak még abban is segítik őt, hogy még jobban érzik az illatokat. Egyrészt érzékeljük, hogy milyen közel van, amit szaglásznak, másrészt pedig, hogy mi az, ami éppen ott van. A szarvas marhák óra gyakran nedves, de nem azért, mert náthás, hanem mert gyakran megnyalintja a szája szélét, és közben az órát is. A nedves orr még jobban érzi a szagokat. A sűn hosszúkás órával szagolja ki a számára finom falatokat, rovarokat, gilisztát, meg különböző gyümölcsöket. Még mozgatja is hozzá az órát, hogy hamarabb megérezze az illatokat. Gyertek, itt van a sok finomság! A legkülönlegesebb orrú állatnak nem is orra van, hanem ormánya, ő pedig ugye az elefánt. Ezzel a különleges ormánnyal szedi föl a táplálékát, szívja föl a vizet, és ezzel terelgeti a kicsinyét is. Az elefántnak hosszúra nőtt óra ormánya van, pedig nem is füllent, mint Pinokkió. A szarvasmarhának mindig nedves az óra, de nem szokott náthás lenni. A vadisznónak turcsi, túrókarimás óra van, amit mindenben beleüt, de sosem haragszik rá senki. Minden állatnak különleges szaglószerve alakult ki, olyan, ami számára a legjobb.